Zalaegerszegi úszodában rója a hosszokat Betlehem Dávid. Már kisgyerekkora óta itt tölti idejének nagy részét. 10 évből szerintem már egy 6 éve kezdődött, amikor először lejöttem reggeli edzésre, akkor még nagyon éreztem, hogy milyen jó reggel fölkelni, milyen jó itt lenni már suli előtt. Hát most már kicsit nehezebben kellek föl reggelente, de még ugyanúgy szeretek reggelbe járni. A kifejezetten hosszú távokban tehetséges Dávid számára az úszás annyira magától értetődő, hogy azon, mit szeret a monotonitással együtt járó terhelésben, még el sem gondolkodott. Igazából nem tudom, valahogy a hosszú távon ki tudom kapcsolni az agyamat, és így nem is figyelek arra, hogy mit csinálok, csak teljesen máshol jár az agyam. Gondolkozok, hogy a suliban mi lesz majd, otthon mit fog csinálni, mit fog vacsorázni, és igazából így tök jól megy, tök jól tudok úszni. Dávid 5 éve dolgozik együtt edzőjével. Horváth Csaba szerint Dávid ígéretes sportoló, akinek tehetsége mellé kitartás és szorgalom is párosul, ezzel ígéretes jövő előtt áll. Nagyon jó technikával úszik, nagyon képzett úszó, és nagyon jó neki a keringése. Úgy gondolom, egy ideális alany arra, hogy fel lehessen készíteni a világversenyekre, versenyekre. Nem minden úszó alkalmas a nyíltvízi versenyekre. Van olyan úszó, aki nem szereti a nyíltvizet, félben nem tud benne úgy tájékozódni. Erre is egy bizonyos adottságok kellenek, a Dávidnak ez megvan. Dávid nemrégiben Kecskeméten a Serdülő Úszók Országos Bajnokságán lett a legeredményesebb versenyző. A zalaegerszegi ifjúsági válogatott 400, 800 és 1500 méteres gyorsúszásban is aranyérmet szerzett. Az érmekből tekintélyes gyűjteménye van már. 15-ben, mikor először lettem országos bajnok, 16-ban, 17-ben, 18-ban az idei érmeim is itt vannak. Akkor itt vannak az Oroszországban, mikor Szentpétervári bajnok lettem, a Dubai emlékeim, Izrael, igazából itt tartom a fontosabbakat. Szelíd természetéhez nehéz elképzelni a nyíltvízi versenyrajtok küzdelmét, de Dávidnak erre is megvan a stratégiája. Ezért szoktam általában utolsónak beugrani, a szélről megkerülni őket, mert nem szeretek nagyon így verekedni, meg másikakhoz oda úszni közel, inkább majd előre megy, és akkor majd ott megnézzük, hogy mi lesz. A Betlehem családban nem Dávid az egyetlen úszó. Nővére Dorka is szép eredményeket ér el. Legutóbb az országos medencés bajnokságon 10.000 méteren 3., még 1500 gyorson 2. lett. Számára azonban jóval kevésbé központi kérdés a sport, nem sok időt töltenek együtt, és sokat tanul Dávidtól. Sokat szokott nekem segíteni versenyeken is, edzéseken is, mire figyeljek, hogyan javítsam ki a technikámat, meg ilyenek, úgyhogy sokat szoktam tőle tanulni. Szeretem csinálni, meg úgy, hát hobbinál kicsit többet jelent számomra, de én nem tudom elképzelni magamat egy versenyúszóként felnőtt koromban. Én inkább a tanulással szeretnék majd tovább menni. Míg Dorka leginkább sportpszichológusként képzeli el az életét, Dávidnál az úszás az első. Bár elgondolkodott egy amerikai ösztöndíj lehetőségén is, egyelőre nem tervez külföldi karriert. Ott egy középszintű úszó tudnék lenni, egy középszintű tanulmányi eredménye szerintem, és ezért, hogyha profi sportoló szeretnék lenni, akkor mindenképp itthon kell maradnom Magyarországon, mert itt vannak olyan profi edzők, meg olyan edzősterveket tudnak rám írni, ami szerintem majd engem előrehajt. A következő hetek a felkészülésről szólnak. Most készülünk, megyünk edzőtávolba jövő héten 2 hétre, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Huszti Dávid egyik példaképpen el fog kísérni, úgymond elkísérni, és együtt tudunk majd edzeni. Hát biztos, hogy nagyon nagy motiváció lesz nekem. Dávid július 19-én indul Bakuba a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra. Augusztus 1-én pedig a csehországi nyíltvízi junior Európa bajnokságon méreti meg magát. És aztán számára is elkezdődik a nyári szünet.